A fegyelmi tanács Pincz György szabadalmi ügyvivőt vétkesnek találta az etikai szabályok megsértésében. Az ügyvivővel szemben a kizárás a kamarából fegyelmi büntetést hozta. Rövid indoklás. Magatartása az etikai szabályzat 1.1 pontja fényében. Tudomására jutott egy olyan információ 2013. augusztus utolsó napjaiban, hogy az STNH adatbázisának nem publikus részéből adatokat lehet letölteni, amelynek bizonyítására az ő tudomásával közjegyzői ténytanúsítványt vettek fel 2013. augusztus 30-án. Ezen információ helyességének, illetve a módszer jóhiszemű alkalmazhatóságának ellenőrzése nélkül előzetes időpont egyeztetést követően 2013. szeptember 11-én közérdekű bejelentést tett a KIM-nél, átadva ott egy körülbelül 180 ügy adatait tartalmazó CD-t. 2013. szeptember 16-án az STNH a KIM-től kapott tájékoztatás alapján azonnal lezárta a biztonsági részt. Magatartása nem lelkiismeretes, mivel az STNH értesítésének elmaradása miatt ez alatt a kb. Két hetes időtartam alatt az STNH adatbázisából nagy mennyiségű, nem publikusnak szánt adat került letöltésre ismeretlen IP címről. Magatartása az etikai szabályzat 1.4 pontja fényében. Szabadalmi ügyvivőként tudomása kellett legyen arról, hogy a szabadalmi bejelentés napjától számított 18 hónapon belül vannak olyan ügyek, amelyek nem kerülhetnek mások birtokába, ideértve az adott ügyet nem képviselő szabadalmi ügyvivőket is. Ennek ellenére igen nagy mennyiségű ilyen szabadalmi dokumentum birtoklásáról volt tudomása, és legalább adott ideig birtokában is voltak ilyenek a KIM-nek vitt CD-n. Magatartása az etikai szabályzat 1.6 pont fényében. Bár nyilatkozata szerint, személy szerint nem ő végezte a letöltéseket, ezek az irodájához kapcsolható IP címen valósultak meg munkatársai által. Ennek alapján munkatársai jogosulatlan adathozzáféréssel kapcsolatos felelőssége megállapítható. Vagy akkor ezt a bizonyítási bizonyságunkat is esetében azt arra, hogy jól értem. Nem kívánunk további bizonyítékot bekérni. Semmilyen bizonyítékot. Számítani kell az eredményt. Szerintem van elég, én szerintem van elég bizonyíték. A tisztelt most nem a tanács része, de ha észrevételként teszi, akkor rendben, csak azt gondolom, hogy ez nem szerencsés az, hogy egy hierarchikus viszonyban lévő személy így gyakorolja másnak kamarlán. Javaslom a bizonyítékok bekérését, meg javaslom neki, hogy azt megtettem. Azt gondolom, hogy mentő körülmények feltárása is kötelessége a alapján. Sőt, ha nem is várunk is, hogy szedjük kettősítettek. Úgyhogy a mentő körülmények feltárását is figyelmek. Én erre most előterjesztettem most már 4 vagy 5 indítványt, de teljes ezzelkosztást tapasztalok a tisztelt tanács részéről. Az eljárás olyan mederbe került, ahol az egyik oldal a terhet, tehát szemben álló oldal előadásait kritikátlanul elfogadja a tisztelt tanács, míg a mi indítványainkat indoklás nélkül elutasítja. Én azt gondolom, hogy ennek megfelelően nem várható elfogadatlan döntés a tanácstól. Nem feltétlenül a tanács személy összetételével van a problémák, hanem azzal van a problémák, hogy a tisztelt tanács nem enged teret semmilyen szinten a védekezésünknek. És ezzel is nem tudok mit tenni, ugye és a fegyelmi eljárás rendje nem tartalmaz a
kell biztosítékokat a megfelelő védekezés előadásához, hogyha indoklás nélkül minden bizonyítás indítványt egy fokon jelesben lesöpörhetnek. Hagytam volna a szűnyeg alá söprést, akkor előbb-utóbb bekövetkezhet, hogy valakinek szembe köszön a találmánya, és az ügyvivő egyenlősítaná, hogy tőle szivárgott ki a dolog. Tehát azt tudom mondani, hogy így abszolút mindenben a lelkiismeretemre hagyatkozva cselekedtem ebben az ügyben, és továbbra is így fogok cselekedni. Tehát úgy érzem, hogy a kamara sorsáról is döntenek, amikor képes-e a kamara megvédeni az ügyvivőket, ahogy az alapszabály előírja, vagy pedig hivatali elvárásoknak próbál eleget tenni. Azt tudom mondani, hogy továbbra is tenni fogom a dolgomat az ügyben. Számos vizsgálat majd nyilván igazolni fogja utóbb, hogy mi történt. Ezt mindenképpen koránnak tartom, hogy most így elvárásoknak megfelelve, rohanva valami fegyelmi létrehozzanak.